sokszor látott képek a híradókban. Az iszlám állam harcoló katonáiról készült felvételeken gyakran látni a híres Kalasnyikov géppisztolyokat. Ezek nagy része orosz vagy kínai gyártmány, de a háborús zónákban használt fegyverek eredetét kutató, uniós forrásokból működő nemzetközi szervezet legfrissebb jelentése szerint a géppisztolyok egy része Magyarországról származik. A jelentés szerint 132 magyar gyártmányú fegyvert találtak, ebből 112 ilyen AK-63-as géppisztoly. A Magyar Honvédség rendszeresen értékesíti a kiselejtezett eszközöket. A felderítő lokátortól a MiG-29-es katapultülésén át a T-72-es páncélosig bármilyen feleslegessé vált eszközt eladnak. Ezeket erre szakosodott cégek veszik meg. A hivatalos jelentés szerint 2013-ban 28 ezer, 2014-ben pedig további 1400 AK-63-as géppisztolyt adtak el két cégnek. A Honvédelmi Minisztériumban délelőtt a jövő évi bérfejlesztésről tartottak sajtótájékoztatót. Ezen kérdeztük meg, tudnak-e arról, hogy hogyan kerülhettek a magyar fegyverek az iszlám állam katonáihoz, és ezek ugyanazok a fegyvereke, amelyeket a két cégnek eladtak, de nem akartak válaszolni. Kérem, hogy ezt a kérdést e-mailben küldje meg részünkre, és választ fogunk önnek adni. Akinek a témával kapcsolatosan van kérdése, kérem azt tegye fel, parancsoljon. A sajtótájékoztató témája nem ez. Elküldtük a kérdéseinket e-mailben is, de arra sem kaptunk választ. Az LMP szerint a honvédségnek vagy a minisztériumnak tudnia kellene, hogy mi lesz a leselejtezett fegyverekkel. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy sok esetben csak a papírozás megy, mindenféleképpen garancia kell arra, hogy nem juthat terroristák és szélsőséges szervezetek kezébe magyar fegyver, és az is látszik, hogy az iszlám állam terroristái is nem papírokkal löböldöztek, hanem magyar fegyverekkel, úgyhogy éppen ezért olyan rendszerre van szükség, amely megfelelően nyomon tudja követni ezeknek az értékesített fegyvereknek hatástalanítását. Az LMP szerint a fegyverek útját a katonai titkos szolgálatnak is vizsgálnia kellene. Azt mondják, ha nem kapnak választ a kérdéseikre, parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezik.